Szeretettel köszöntjük a kedves közönséget, és tulajdonképpen az idei tokai írótábornak már a hívó szavai elhangzottak, sőt, ez év augusztusában a tábor alkalmára már meg is jelent néhány előadás, így Hoppál Mihály előadása is az írótábor alap témáját kifejtendő. Most tulajdonképpen azt kérdezném meg három előadónktól, akik ott a tokai írótáborban is az előadók sorában komoly hangsúllyal szerepeltek, hogy az ő szakmájuk és gondolatviláguk számára mi a lényeges, mi a fontos abban a témában, amit az idei tokai írótábor fölvetett és körbejárt. Nyilván célszerű először az ötletgazdának, Hoppál Mihály néprajztudósnak, professzor úrnak átadni a mikrofon, hogy erre a kérdésre válaszoljon. Németh László után elég nehéz megszólalni, be kell valljam. De azt is el kell mondjam, hogy az volt a szerencse, vagy az én szerencsém, hogy annak idején meglehetősen korán, még 69-ben és aztán a 70-es években kijutottam az akkor még létező Szovjetunióban. Most bármilyen furcsán hangzik is, ugye abban az időben itthon, hát az ember a mitoszról se nagyon beszélhetett, de szemiotikáról meg végképp nem. Azért nézek a mellettem ülő úrra, mert ő a Magyar Szemiotikai Társaság főtitkára. És be kell valljam, hogy Moszkvában jöttem rá arra, vagy esett le a tantusz, hogy az oroszok, egy Vyacheslav Szevolodovics Ivanov nevezetű ismerősöm, barátom, a Toporov, vagy a Valeri Nikolavics Toporov, és mások olyan dolgokat, és olyan bátran mondtak ki a mitoszról, a nemzeti mitoszról, a szláv mitoszról, hogy az engem annak idején nagyon, hogy mondjam, nem csak meglepett, hanem felbátorított. És ugye az ember ilyenkor azt mondja, hát hogyha az oroszoknak szabad, hát akkor nekünk is talán. És különösen, hogy szemiotikailag is lehetett elemezni a mitoszokat. Pedig hát a szemiotika abban az időben azért meglehetősen, szóval nehéz helyzetben volt, hogy úgy mondjam, hogy tanár úr tudna erről bővebben mesélni. És ez vezetett oda, hogy ugye nem csak, hogy meg kellett írjak egy uráli mitológiáról szóló cikket, tehát egy összehasonlító mitológiai tanulmányt, de elközelgett egy ipoi évforduló, és akkor azt mondtam, hogy nem lehet kapni ipoit, a magyar mitológiáról szóló nagy munkáját. Néha lehetett egy-egy zajti féle kiadást találni a telehibával az antikváriumokban. De hát ezt akkor itt vannak a feladatok, kérem szépen, hogy ki kell adni ipoit hasonmás kiadásban. Katona Tamás barátunk, aki akkor az Európa Könyvkiadóban dolgozott, ő volt az, aki ugye felkarolta ezt a dolgot. Ugyanis alapművek nélkül igazán a kutatás nem jut sehova. Nem kezdhetünk mindent teljesen nulláról, és hát azért ilyen műveket újra és újra meg kell jelentetni. Megjegyzem, mai napig, vagy manapság szintén könyvritkaság számba megy. Ipoinak ez a nagyszerű műve. 1854-ben jelent meg. Szóval mindig vannak feladatok, és a következő nemzedéknek is lesznek, mert ugye mit tanult meg a szemiotikus Moszkvában, hogy a mitosz tulajdonképpen a kultúra hosszú távú emlékezete. Így lehetne összefoglalni az én rögeszméimet, illetve hát azt a kutatás sort, aminek ugye hát a végén az ember mindenféle tanulmányokat ír, például a Toldiról, például Attila temetéséről, csak hogy két ilyen mitikus elemsort említsek,
Mert ezek azok, amelyek minket elvezetnek a Távol-Keletre, oda, ahonnan talán jöttünk, és az ottani népek őrzik ezeket, az ottani folklórban megvan, mi is megőriztük, ugye, hát Arany János meg még gyönyörű szépen meg is fogalmazta. És ezek azok a dolgok, amikre érdemes odafigyelnünk, és újra elővennünk, mert a mitosznak egy másik nagyon fontos tulajdonsága, hogyha újra mondjuk, azzal nem koptatjuk, hanem fényesítjük a szöveget. És fényesítjük magunkban az identitástudatot, azt, ahogy ugye, hát szoktam mondani, hogy egymásra ismerünk, hogy mi együbbé tartozunk. Nem csak egy család, nem csak egy nemzetség, hanem egy nemzet is vagyunk. Úgyhogy a mitosz újramondásának, akár a költői megfogalmazásokban éppen ez a lényege. Köszönöm szépen. Elhangzott ugye, hogy a közösség és a mítosz összetartozó, hogy a mítosz erősíti a közösséget, és a közösség hordozza a mítoszt, mint önmaga hosszú távú emlékezetét. A nyelvész szempontjából milyen kihívást jelent ez a téma? Nemzeti mítosz és globalizáció. Vannak nyelvi mítoszok, de nem erről volt szó a tokai írótáborban, hanem egy olyan címmel kértek fel, hogy tartsak előadást, amelyet mindenki ismer, mert minden riporter mindig ezt kérdezi meg tőlem, hogy nyelvében él a nemzet, és még mindig nyelvében él a nemzet. És azzal kezdtem az előadásomat, hogy ezzel a szállóigével, amelyeként nem Széchenyi Istvántól származik. Mindenki úgy gondolja, hogy Széchenyitől, aztán másodjára Arany János szokták mondani. Tőle sem származik, hanem egy kicsit kevésbé ismert személyektől, de ez titok, ezt most nem árulom el. A lényeg az, hogy sokan játszanak ezzel az egyébként gyönyörű szállóigével, eljátszanak vele, azt mondják, hogy nyelvekben él a nemzet, hiszen globális világban élünk, és már több nyelvűség van. Azután egy magyar költő és író eljátszik a valamennyi szavával, talán a névelővel nem, és azt mondja, hogy miében él a mi. Tehát egy ilyen eszét írt. Magyarul, mint a szétbomlott volna ez a fogalom, tehát a nyelv, a nemzet és az élés. A fölvetődött kérdések persze az, hogy a magyar nyelv az milyen állapotban van. A délutáni szekcióban erről volt szó, és nagyon sok érdekes dolog vetődött fel. Ha lesz kérdés, akkor erre válaszolok. Én pedig a bevezetőben annyit mondtam el, hogy ez egy természetes dolog, és nem gúnyolni való, hogy valaki félti a saját kultúráját, félti az anyanyelvét, és nagyon méltatlan volt az a támadás sorozat, amely az elmúlt évtizedekben érte a nyelvművelést, elődeimet nagyrészt, akik egy olyan időszakban is próbáltak a nyelvért küzdeni, a nyelvet védeni, amikor ez nem volt annyira elfogadott. És végeredményben én tisztelem azokat az embereket, akik sokat tettek a nyelvünkért eddig, mindenkit, még az átlag szántóvetőt is, aki használta a nyelvet, mert ezért beszélünk ma magyarul, és a félelmeinket most egy kis idézettel szeretném megfogalmazni. Bereményi Gézát fogom idézni, aki Cseh Tamásnak írta: születtem Magyarországon, fiamból idegbeteg lett, nem bírta a váltásokat. Én elnézem az unokámat, látom, hogy gyönge alak. Hogy lesznek ezekből túlélők, valami itt korcsosul? Kérdezném, hogy 100 év múlva ki tud majd itt magyarul? Köszönöm szépen. Szem Adám György nem csak festőművészként, de íróként is már többször megmérettette magát, és abban a meghívásban, amelyet a tokai írótábor szervezőitől kapott, benne volt az a tudás is, ami az ő sajátja és a könyveiben is, alkotásaiban is megjelenik, a jelek, a közös szimbólumok értelme, amelyek valahol szintén a mitoszban a közösség kultúrájában gyökereznek. Mi volt az Szem Adám György számára, ami kihívást jelentett ebben a témában, amit a tokai írótábor idén fölvállalt?
Amire célzol, az egy Jelképtár című könyv, amit Hoppár Mihály barátommal és Jankovics Marcellal közösen jegyzünk, de engem nem igazán ez érdekelt, hanem az a furcsaság, ami nem tudom, hogy önöknek feltűnik-e, hogy egy magyar gyártmányú marsjáró működik fenn a Marson. Ugyanakkor van-e köztünk egy darab olyan ember, aki meg tudná mondani, hogy ez a kamera hogy működik? Vagy pedig egy ilyen villanykörtének a technológiája micsoda? Tehát, hogyha valahol, mint Mark Twain az egy Jenki Arthur király udvarában visszavetne minket valahogy egy időutazásba a sors néhány száz évvel korábbra, mit tudnánk személy szerint felmutatni a saját kultúránkból? Semmit. Tudnánk beszélni arról, hogy magától járó dobozok mászkáltak az utcán, egymás tetején laktunk, és hogy amikor sötét volt, akkor is benn fény volt, ahol laktunk. Nagyon jó. Hogyan? Semmit nem tudunk. A mai embernek nincs egységlátása. És az a régi ember, persze belelátjuk magunkat a régi emberbe, elképzeljük azt, hogy milyen volt Egyiptom, milyen volt Görögország, fogalmunk sincs. A nagyszüleink korában nem tudnánk élni. Egy csomó játékszabályt nem értenénk. A régi embernek feltételezhetően volt egy egységlátása. Ő úgy érezte, hogy egy harmonikus egész világban, Isten teremtette világban él, és ennek a modelljét kell a saját mikrokozmoszában létrehozni ahhoz, hogy harmonikusan élhessen ebben a világban. Mondjuk egy írástudatlan juhász az értette a meteorológiához, az állattenyésztéshez, a kenyérsütéshez, az agyagozáshoz, a fafaragáshoz, a zenéléshez, és folytathatnám. Egy polihisztor volt. Németh László szövegében elhangzott az a szó, hogy specialista. Mi már azok sem vagyunk. És én megpróbáltam a Tokaji írótáborban visszamenni addig az utolsó emberig még, akit vélek ismerni, mert egy írását olvastam, egy naplóját. Ez az első világháborút megélt parasztember, akiben még megvolt az egységlátás, aki előbbre tette a közösség érdekét saját magánál, sőt a családjánál is. Tehát ez úgy nézett ki, hogy a nagyobb egység a fontos, annak a megtartása. Nem akarok most olyat mondani, hogy haza vagy nemzet, de egy nagyobb egység. Mondjuk azt, hogy az a falu, ahol élt, azon belül a következő a család, és csak a végén jövök én. És ebben a naplóban gyönyörűen leírta azt, hogy hogyan adakoztak egy leégett templom harangjának az összeadására, hogy mit jelentett neki az első világháború, ami egy személyes tragédia. Megpróbáltam megfogni még azt az utolsó emléket, ami egy olyan emberről szól, aki még valahogy a dolgokat együtt látta. Én ezt az embert ismeretlenül is nagyon tisztelem, gondolom az ő apját még nagyobb csodálattal néztem volna. Köszönöm szépen. Sok mindenről beszéltünk most már, sokfelől közelítettünk ez a témához, a mítoszhoz, a nemzet vagy egy kulturális közösség mítoszához. A Tokaji írótábor 3 napja, hogy értékelték, hogy láttátok, hozzátette valamit ahhoz az összetett képhez, amit hordoztok magatokba? Vagy van-e valami olyan folytatása ennek a tanácskozásnak, amit tapasztalunk, hogy a közvéleménybe, a kulturális életünkbe mutat valamit arról, hogy érezzük, hogy a gyökereink, ha már nem élnek, ha elhalnak, akkor mi sem tudunk többet kizöldülni, úgy, mint egy kulturális, úgy, mint egy történelmi közösség, mint egy nemzet, vagy mint egy ország, egy kultúra és nyelv hordozója. Tehát tette hozzá valamit a Tokaji Írótábor 2,5 napos tanácskozása ehhez a feladathoz, a mítosz hordozásához, őrizéséhez, a magatok részéről. Tehát a kérdés az, hogy ment-e a világ előrébb? Hát, ott igen, a Tokaji Írótábor. Nem tudom. Az igazság az, hogy
ahogy az ember öregszik, már nem nagyon, egyre kevesebb illúziója van. Nem én kultúrantropológus vagyok. Na, aztán igen. Szóval nem tudom, hát az az igazság, hogy például ugye most készül a magyar folklór lexikon. És azok, akik írják, azok nyilvánvalóan például nem szeretik a mitoszt. És mondjuk a legnagyobb gyűjtőket, akik nagyszerűen összegyűjtötték a magyar, régi magyar hitvilágot, azt megpróbálják kihagyni a lexikonból. És mondjuk utólag röstellem, hogy egyáltalán megemlítettem a cikkem elején két kollégát is, és hát legszívesebben mondjuk most azt mondanám, hogy ne személyeskedjen az ember. De a kérdésre válaszolva sajnos néha az az érzésem, hogy nem tudom, hogy mennyire mentünk. Ivanov, akit az elején említettem, ő Los Angelesbe tanít. Holott az édesapja volt az egyik leghíresebb író az orosz korai avantgárd irodalomban. Szóval nem tudom. Remélem, hogy tanár úr, te kultúroptimista leszel. Nem, rövid távon nagyon pessimista vagyok, de hosszabb távon egy kicsit optimista. Hát mente a világ elébb. Nagyon nagy meglepetés volt számomra az, hogy a mi kis szekciónkban, ebben a nyelvi szekcióban nagyon sokan voltak. Sőt, azt mondták, hogy egyesek azért jöttek el, mert van ilyen szekció. Ez nekem azért nagyon érdekes, mert bár az egyetemen megfigyeltük, hogy a hallgatóink hát az irodalom miatt jönnek egyetemre, magyar szakra, ez nem is kérdés, hát minden normális ember az irodalom szereti a verset, és akkor ő ugye már hát irodalmat akar hallgatni, és aztán egy kicsit megszerettetjük vele a nyelvészetet is, már akivel, nem mindenkivel sikerül. Tehát ez is ment a világ elébb, mert a tokai írótáborban megjelent a nyelv, és nem tudom, mihez kezdenének az írók nyelv nélkül. Tehát, hát ilyen akusztikus verseket még tudnának mondani. Na ez az egyik. A másik, hogy a te hozzászólásodra reflektáljak. Én hallottam olyan népről, aki nem szereti a népzenét. Képzeld el. Mi nagyon szeretjük, úgyhogy örülünk, hogy hallottunk ilyen vérpesdítő muzsikát. És hát akkor túl sok időt nem akarok elrabolni, de azért azt gondolom, hogy nagyon komoly kérdések vetődtek föl. Szentgyörgyi Rudolf kollégám, nyelvész kollégám, mondjuk azzal indított, hogy ma egy magyar tanár hogy tanítsa meg ezt a sort, hogy itt élned, halnod kell? Mi vetődik föl egy magyar órán egy ilyen kérdés kapcsán? És azt hiszem, ez egy értelmes és nagyon fontos kérdés, és erről lehet jókat beszélgetni. Nem, nincsenek erre fölkészítve a tanárok. Parapatics Andrea felhozta a tájnyelveket, a nyelvjárásokat, és azt mondta, hogy mivel ezek élnek, ezek jelentenek valamit, hogy élnek a nyelvjárások. Mezei Katalin is tartott előadást, ő pedig arra hívta föl a figyelmet, hogy a szavaknak az ereje és a szavak etikája, hogy mennyien hazudnak a szavakkal, mennyire tévesztenek meg bennünket a szavakkal, és hogy az emberek vajon tudják-e, látják-e, érzik-e, mennyire könnyen megvezethetők, és itt a mi felelősségünkre, az írástudók felelősségére figyelmeztetett. Azt hiszem, hogy ez a legfontosabb gondolat, hogy folyamatosan fenntartsuk magunkban a felelősségtudatot, az írástudók felelősségét, és ezt közösségben lehet azt hiszem fenntartani. Én azt hiszem, hogy a tokai írótáborral igenis ment előre a magyar szellem és a magyar kultúra, azért, mert magyarul beszéltünk, és többségében értelmesen, szabályosan úgy beszéltünk magyarul, ahogy ebben az országban talán egyre kevesebben. Tudnék, egyszer volt egy kiállításom valahol, és megkérdezték tőlem, hogy miért hiszek én a magyar kultúra fennmaradásában, és mely vonásait tekintem a legfontosabbnak. Hát egy képzőművészet. Ugye azt várják, hogy hát a magyar festészet. Nem. Én azt mondtam, hogy első helyen a nyelv, ez egy kapaszkodó, ez az alap. Tudnék, Európában mi vagyunk az egyetlen olyan nemzet, amelyik esetleg az 1000 évvel ezelőtti őseinket is jól-rosszul, de megértettük volna.
Ezt semmelyik másik nemzet nem mondhatja el magáról. 200-300 évvel ezelőtti őseiket nem értették volna meg. Mi ugyanazt a nyelvet őrizzük, beszéljük, aminek olyan fontos sajátosságai vannak, amelyek egyfajta gondolkozást is tükröznek. Tehát a magyar nyelv, azt hiszem, az elsőrendű dolog. És hogy tegyek egy gesztust az uraknak. Második helyen a magyar zenét említettem. És a magyar zenének nem csak azt a féle Bartók Kodály féle vonalára gondolok, hanem az egészre úgy, ahogy van. A képzőművészet az egy későbbi szülemény. 16.-17. század, hogyha a régi falfreskókat nem veszem bele, ez még gyermekcipőben jár. De amibe kapaszkodni lehet, az a magyar nyelv, és ezért azt gondolom, hogy ezt kell mindenáron megőriznünk. Sajnos írtam egy-két cikket, amiben leírtam egy-két olyan mondatot, amit az én nagyanyám már meg se értene. Újság címlapokat, újság feliratokat, riportokat, egyebeket. Van olyan mondat, amit már én sem nagyon értek meg. De magyarul beszélni, magyarul írni, magyarul fogalmazni, ahogy Nagy László, Németh László tette, az egy olyan fajta kapaszkodó, amihez mindig visszatérhetünk, mint egy darhoz, ami a magasba emel. Tehát ezért a Tokaji Írótábor az én számomra egy meghatározó jelentőségű dolog. Nagyon köszönöm, ennél jobb végszót nem is kaphatott volna ez a kerekasztal beszélgetés.